Már 10 éve annak is, hogy elindították ezt az általánydíjas szolgáltatási tevékenységet. Mi volt az apropója? A partnerek kiszolgálása és a biztos kiszolgálása, ez az alapvető célja, és ez az, ami egyre jobban működik. Az utolsó 5 évben hát meg 4-szereztük azoknak a partnereknek a számát, aki ebbe a szolgáltatási formában partnerünk lett, és közösen tudunk dolgozni. Milyen kihívást jelent az önöknek, hogy ugye minden évben újabb és újabb technikák jelennek meg, egyre bonyolultabbak? A személyautóipar az ugye mindig előttünk jár egy 5-6 évvel, ezt mi követjük, erre készülünk mindig, és itt is már ugye beszélünk hibrid technológiáról, GPS technológiáról, tehát abszolút azon a szinten mozgunk, ahol a személyautóipar már, és hát ez folyamatos képzést igényel. Itt az ügyvezető igazgató tulajdonos azt mondta, hogy ma már elképzelhetetlen a javítás laptop nélkül. Így van, meg műhold nélkül is lassan. Igen, ezt hangsúlyozzuk is, és ez a mi felelősségünk, hogy ezt el is tudjuk végezni ezekkel a munkát. Az elmúlt évben hányszor kellett igénybe venni ezeket a javítási szolgáltatásokat? Hát én darabszámban azért nem nagyon mennék be, elég sok gépet üzemeltetünk. Tehát inkább azt mondom, hogy tehát mikor kellett, akkor mindig ott voltak. Vagy hát a rövid időn belül ott voltak, és elég gyorsan tudjuk azt gondolom kezelni közös erővel ezt a dolgot. Tehát nyilván azt nem kívánhatja senki se, hogy egy perc alatt ott legyenek a gondomon. Nyilván akkor, mikor meghibásodáson fölveszik a kapcsolatot, és akkor a mi szakmai tapasztalatunkkal megpróbáljuk megfelelő információhoz hozni a szervizest, és akkor tehát elindul ez a folyamat, és akkor ennek az a végeredmény, hogy általában azt gondolom az optimális időt lehet így tartani. Mit termelnek odahaza? Mi klasszikusan kukorica, buza, árpa, tritikálé, napraforgó, tehát javarészt ezt a tejtermelés miatt lucernát, tehát javarészt tulajdonképpen ezt a, ezeket az alap növényeket termeljük. Mekkora területen? Majdnem 1400 hektár. Állat mennyi van? 430 tej és annak a szaporulata. Miért jó egy ilyen általánydíjas szerződés? Ez egy nagy biztonságot jelent az embernek arra, hogy biztos, hogy az elsők közt ki lesz szolgálva, mert általában az a nagy gond, mikor bajban van az ember, mikor egy gépje tönkre megy, akkor minden másodperc számít különösen minden munkánál, ha betakarítás, ha bármilyen munkát végez, ilyenkor, mikor most vetések is vannak, egy gép elromlik, akkor az ember idegös, hogy azt a kis jó időt minél jobban kihasználja, és akkor így biztosítva vagyunk arról, hogy biztos, hogy az elsők közt kiszolgálásra kerülünk, és az alkatrészt ellátásunk is biztonságosabb. Most nézve itt ezt a bajai kiállítást, van-e vásárlási kedv? Igen, itten alkudozunk most is egy rakodógépre, mert a kollégák, itt a szarvasmarhás kollega itt van, és akkor nagyon szépen megemelkedett a cégünknél az egy tejre eső tej, a napi tejünk is, és akkor most szinte minden héten van egy kis követelése a kollégának, de hát én ezt valahon értem is, akkor kell kérni a főnöktől, amikor jól megy a szekér, tehát ilyenkor kell bebiztosítani az ágazatot, és egy ilyen klassz rakodó gépbe gondolkozunk, nem tudom, hogy majd sikerül-e megegyeznünk. Helyre billen ezek szerint a tejágazat? Hát én most úgy látom, hogy ha ezen az úton halad, akkor a tejágazat lassan helyre kerül. Az elmúlt évben árvíz sújtotta Miskolc környékét. Önöknek ott is van egy telephelyük, és ott segítették az óvodákat. Eljutott az a pénz oda? Igen, eljutott, hála Istennek, és fel is újították az óvodákat, a gyerekek nagyon kedvesek voltak, az ottani emberek is nagyon hálásak voltak, úgyhogy örül a mi lelkünk is, hogy segíthettünk. Itt ez a 3 napos szakmai program is nem csak a szakmáról szól, hanem a segítségről is. A belépőjegyek árát, amennyiben összejön, ha nem, akkor én ki fogom egészíteni mindenképpen, mert megígértem. A kardiológiai szakambulanciának szánnánk olyan készüléket. 2 néztem ki, az egyik az egynapos vérnyomás megfigyelő készülék, a másik pedig egy holter, ami az EKG-t egy napon keresztül vizsgálja. Láttam, hogy kevés a készülék, ami van, az is már 1000 éves, előjegyzésre jöhetnek csak az emberek, és úgy gondoltam, hogy jó helye lenne még egy készüléknek itt. Az elmúlt évben is ugye a bajai kórházat segítették a belépőjegyekkel, akkor mit adományoztak? Akkor a gyerekosztály kapott egy készüléket, előtte a szülészet, nőgyógyászat.